Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ma a tesztautomatizálásról fogunk beszélni. Szóval a CTFL egyik utolsó témája az a tesztautomatizálás és az ehhez kapcsolódó kockázatok. Nézzük is, hogy mit ír a tanterv. Az eszköz beszerzése nem garancia sikerre, vagy az eszköz megírása nem garancia sikerre. Bármely típusú eszköz esetében szükség lehet további erőfeszítésekre a valódi és tartós előnyök eléréséhez. Én azt gondolom, hogy ennél a résznél azt próbálják megfogalmazni, hogyha már van egy olyan teszteset szett, amit leautomatizáltunk, vagy ami le van automatizálva, az nem garancia arra, hogy ahhoz nem kell hozzányúlni. Ezeket is valószínűleg folyamatosan fejleszteni kell, és emiatt magában hordozza azt a kockázatot, hogy bármelyik nap elromolhat. Na de nézzük meg, hogy milyen előnyöket hordoznak ezek a rendszerek. Csökkenő ismétlődő munka, tehát azokat a munkákat ki tudjuk vele váltani, ami nagyon repetitív. Magasabb fokú konzisztencia és ismételhetőség, tehát például azoknál a teszteknél, ahol ugyanazt a lépést kell megismételni 600-szor, sokkal jobban teljesít egy automata, mint egy ember. Tárgyilagosabb értékelés, igen, például statikus mérések és lefedettség, könnyebb hozzáférhetőség a teszteléssel kapcsolatos információkhoz, arról nem is beszélve, hogy az automata fut éjszaka is, amikor a tesztelők általában alszanak. Lehetséges kockázatok a tesztvégrehajtást támogató eszközök használata esetén. Irreális elvárások az eszközzel kapcsolatban, ezzel is sokszor találkoztam. Sokszor azt várják a tesztautomatizáló eszköztől, hogy az majd minden problémát meg fog oldani, viszont ez is csak egy szoftver, amit tovább kell fejleszteni. Ahogy a System Under Test bővül, úgy kell tovább fejleszteni általában az automatizált keretrendszert is. Ez a kettő karöltve jár egymással. Alulbecslik általában az eszköz bevezetésére szánt időt. Nagyon sok helyzetben nem az idő az, amit nyerünk az automatizálással, hanem a megbízhatóság foka, tehát az, hogy az automata bizonyos feladatokat nagyobb megbízhatósággal hajt végre jól, mint például egy ember. Az eszköz által előállított tesztmunkatermék karbantartásához szükséges erőforrások esetleges alábecslése, ez is gyakori hiba. Az eszköz iránti esetleges túlzott elkötelezettség, tehát például, hogyha valami eszközre nagyon ráépítünk valamit, tipikus példa, amikor valaki saját maga fejleszt Java-ban egy keretrendszert, és utána arra kénytelen, hogy Java fejlesztőket vegyen föl, hogy azt a keretrendszert tovább fejlessze, miközben egy weboldal tesztelnek vele. Így például lehetséges az, hogy a tesztautomatizáló keretrendszer fejlesztéséhez magasabb szaktudás szükséges, mint az oldalhoz, amit valójában tesztelünk. Tesztmunkatermékek verzió követésének esetleges elhanyagolása. Ezt könnyen ki lehet küszöbölni, hogyha például Git-et vagy valamilyen verziókövető rendszert használunk tesztautomatizálás fejlesztése során. Kritikus eszközök, mint például a követelménymenedzsment, konfigurációmenedzsment. Igen, az eszköz forgalmazója tönkre mehet, a forgalmazó nem megfelelően reagál a támogatásra. Tehát az is lehetséges, hogy probléma van a teszt automatizáló keretrendszerrel, amit egy másik cég fejleszt, és a hibát nem javítják. Úgyhogy ezek például mind kockázatok és megfontolandó dolgok akkor, amikor automatizálni szeretnénk valamit. A tanterv hoz még itt egy fejezetet, ahol különleges szempontokat írnak le a tesztvégrehajtó és tesztmenedzsment eszközök kapcsán. Ahelyett, hogy én ezt felolvasnám, azt javaslom nektek, hogy olvassátok ezt végig, és szeretnék hozzátenni egy nagyon fontos személyes tapasztalatot a tesztautomatizálás kérdéséhez. Igazából azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen termékről van szó. Addig, amíg emberek a felhasználók, addig mindig fontos az, hogy ezt egy emberi szem is lássa azt a terméket, hiszen a teszt automata az mindig másképp látja az adott szoftvert, az ugyanúgy látja a szoftvert, mint egy gép. És ebből fakadóan olyan hibákat is fog találni, mint amit egy gép találna, ami tök jó, hogyha a gépek használják a kódot. Viszont, hogyha egy ember használja azt a kódot, akkor fontos az, hogy egy emberi szem is végignézze, vagy egy ember végig kattingassa az adott szoftvert, mivel rengeteg olyan probléma rögtön felfedezhető, amit valószínűleg a gépek nem látnak meg. Egy tipikus példa erre a vizuálisan összecsúszó elementek egy weboldal esetében, ami gyakran előforduló hiba, az automata nem fogja észrevenni, mivel mind a két element ott van, viszont az emberi szemnek rögtön feltűnik, hogy az ott vizuálisan nem olyan, mint amilyennek kéne lennie. Nyilván ezt is lehet automatizálni, viszont az automatizálása ennek a témának olyan sok időt emészt föl, hogy általában sokkal jobban megéri ezt manuálisan benyitni az oldalt és egy ember számára megnézni, mint leautomatizálni. Szóval addig, amíg azt a szoftveres terméket, weboldalt, applikációt emberek fogják használni, én azt gondolom, hogy mindig lesz szükség manuális tesztelőkre,
csak a tesztautomatizálásra tesztelt szoftverek általában abban az esetben működnek, hogyha ott a felhasználó egy másik gép. Például az API tesztelés egy olyan téma, amit nagyon jól lehet automatizálni, és általában nem is szükséges manuális tesztelés hozzá, mivel a végfelhasználók szintén gépek. A leírásban megtaláltuk még egy-két videót az API tesztelésről, illetve a tesztautomatizálásról. Ha érdekel titeket, nézzétek végig. Én azt gondolom, hogy ezzel a videóval nagyjából végére értünk a CTFL-nek. Ha van bármi kérdésetek, akkor írjátok meg nyugodtan kommentben, illetve gyertek Discordra. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, hamarosan találkozunk.